Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és beszélgessünk egy kicsit a nemrég felröppent hírekről, amelyekről már gondolom, hogy hallottatok ti is, de úgy gondoltam, hogy készüljön egy Tech-percek videó, amiben összefoglalom ezeket. Először is, megjelent az Android 11 végleges verziója, az Apple szeptember 15-én új készülékeket fog bemutatni, 2021-ben már mobilokon is futhat a Harmony OS, bejelentették a pofátlanul jó árazású Poco X3-at, illetve a Microsoft elárulta, hogy mennyibe fog kerülni az új Xbox Series S és X konzol. De előtte egy rövid szponzorüzenet. Az Asus legújabb okostelefonja, a Zenfone 7, több szempontból is érdekes készülék, ott van például a 90 Hz-es bevágásmentes AMOLED kijelző és a továbbfejlesztett 180 fokban átforduló flip kamera, ami már 3 kamerát rejt, ezekkel pedig akár 8K-ban is videózhatsz. A legjobb Qualcomm chip mellett egy korrekt 5000 mAh-s akuval is rendelkezik, szóval jó társ lehet a mindennapokban. Bővebb információkért nézd meg a tesztemet, vagy kattint a linkre a videó leírásában. A Xiaomi almákája a Poco szeptember 7-én mutatta be a legújabb középkategóriás okostelefonját, az X3-at. Nos, a készülék dizájnja eléggé megosztó, legalábbis a hardtapi kamera kialakítást és az óriási Poco logót tekintve, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy mennyibe kerül. A Poco X2 a globális értékesítésből kimaradt, de az X3 követve az elődje által kitaposott ösvényt, 6,67 hüvelykes 120 Hz-es IPS kijelzővel rendelkezik, a 20 megapixeles előlapi kamerát egy nagyon pici kijelzőjük mögé tudták betenni, a hátlapi főkamera 64 megapixeles, van egy 13 megapixeles széleslátó és egy 2 megapixeles makró, valamint mélységkamera. Ami ebben az árkategóriában viszonylag ritkaságnak mondható, hogy IP53-as tanúsítványnak is megfelel, tehát fröccsen is álló, a Poco X3 büszkélkedhet elsőként a Qualcomm nemrégiben bejelentett 8 nanométeres Snapdragon 732G rendszercsipjével, a mobil sztereo hangzással is rendelkezik, illetve 6 GB RAM mellett 64 vagy 128 GB tárhelyel kapható. Mindamellett van egy méretes 5160 mAh-s aksia, illetve 33 watt-tal tölthető. Ezek a specifikációk már alapból megérnek egy misét, és a nézőkkel a stream alatt egyébként tippelgettük is, hogy nagyjából mennyibe fog kerülni, és így a OnePlus Nord, a Pixel 4a, illetve az iPhone SE ligájába tettük volna kb. 400 euró környékére, de nem. A Poco X3 indulóára 200 euró, ami átszámolva 71.500 forint, és hát ez így eléggé agresszív. A telefon egyébként Magyarországra is jönni fog, és hogyha ilyen 80-90 ezer forintos árcédulát kap, akkor abszolút best buy lesz ebben az árkategóriában, még a Redmi Note szériának is fityiszt mutathat. Az Apple bizonyára már nagyban készül a következő készülők bemutatójára, ami szeptember 15-én magyar idő szerint este 7 órakor esedékes. A neten már nagyon sok pletyka kering az iPhone 12 szériáról, és hogyha láttátok a videómat, én is mutattam már nektek dummy modelleket, de a hírek szerint szeptember 15-én nem fogják bejelenteni az iPhone-okat, ezt októberre csúsztatják, most az Apple Watch Series 6 és az iPad Air 4 lehet a középpontban, illetve bejelenthetik a minden szolgáltatást egybefoglaló Apple One csomagokat, így kedvezményesen hozzájuthatsz az Apple Musichoz, a TV Plushoz és az egyéb almás szolgáltatásokhoz. Az Apple bemutatóját én is élőben fogom közvetíteni a Twitch csatornámon, hogyha esetleg érdekel, akkor mindenképpen kövessetek be ott is, hogy értesüljetek majd a streamről. Az ok, hogy miért nem YouTube-on lesz a live, az az, hogy valószínűleg jogvédett tartalom is lesz a keynote alatt, és hogyha itt közvetítek, akkor azt akár le is szerethetik, a Twitch ilyen szempontból rugalmasabb platform. Szóval, ott lesz a stream. Megjelent az Android 11, legalábbis a Google kiadta a végleges verziót a Pixel mobilokra. A több hónapnyi béta után megjelent új Android 11 legnagyobb újdonsága, hogy az üzenetkezelő appoktól érkező értesítések külön szekcióba kerülnek az értesítési központban, illetve a Facebook chat fejeihez hasonló módon hozzájuk lehet férni. Ezen kívül a zenevezérlés is megváltozott egy picit, a vezérlő már a gyors gombok alatt található, és egyébként felraktam a OnePlus 8 Pro-mra az Android 11 publikus bétáját, és itt például, hogyha el is tolom az értesítést, akkor második legyintés után továbbra is ott van a Spotify vezérlőm. Van egy új úgynevezett Power Menu funkció is, amit a bekapcs gomb hosszú nyomására tudsz elérni. Itt alapvetően a kikapcsolást, a képernyőképet, adott esetben a Google Pay-t,
és az okos otthonos eszközöket érheted el, ugyanis a Google Home-ot ebben a verzióban még jobban beleintegrálták a rendszerbe. Ezen kívül vannak még apró változtatások is, a OnePlus Oxygen OS-be az Android 11-jel karolta érkezett meg a rendes Always On kijelző, de ez ugye OnePlus specifikus dolog, hogy az egyes gyártók, például a Samsung vagy a Xiaomi milyen újdonságot hoz még az új felületre, azt nem tudnám még most megmondani. Elég sok telefonra elérhető már a beta, többek között a OnePlusra, és főleg csúcskészülékekre, amit egyébként nem javasolok telepíteni, ha csak nem tudod, hogy mit csinálsz, de ha érdekel, hogy jelenlegi álláspont szerint mely okostelefonok kapják meg biztosan az Android 11-et, akkor Dani írt róla egy cikket a tech2.hu-n, ha érdekel, link a leírásban. A Huawei szeptember 10-én rendezte meg a HDC fejlesztői konferenciáját, ahol többek között bejelentették az MUI 11-es felületet, ami egyébként még Android 10-en alapszik. Az MUI 11 főleg vizuális újdonságokat hozott, új Always On kijelzőket kapunk, az animációkat optimalizálták a magasabb képfrissítésű kijelzőkre, illetve a több képernyős együttműködésen is továbbfejlesztettek, három androidos appot is kezelhetsz a Huawei laptopodról egyszerre. Elsősorban a P40 és a Mate 30 széria fogja megkapni a frissítést, ezekre már elérhető a beta, de hogy ezen kívül milyen mobilokra és mikor érkezik, azt sajnos még nem tudni. A Huawei-re rendezvényen bemutatta a MateBook X-et és a MateBook 14-et is, de ami izgalmasabb, hogy bejelentették a Harmony OS 2.0-át, ez ugye a vállalat saját nyílt forráskódú operációs rendszere, ami 2021-ben már okostelefonokon is futni fog. Először még csak IoT eszközökre teszik elérhetővé, aztán majd jövő októbertől már 4 GB-nál nagyobb memóriájú eszközökön is elérhető lesz. A Huawei tervei között ugye az is szerepel, hogy lecserélik az Androidot a Harmony OS-re, viszont hogy ez milyen felülettel rendelkezik, hogyan működik, milyen követelményei vannak, jobb-e, mint az Android akár sebességet vagy optimalizálást illetően, és hogy mikor, milyen eszközökre lesz elérhető, az itt sem ismert. Végül, de utolsó sorban beszéljünk az új Xboxokról. Eddig ugye nagy titok övezte az új generációs konzolok árát, azonban a Microsoft pár nappal ezelőtt bejelentette először is a kisebb Xbox Series S hazai árát, amit 114 000 forintban állapítottak meg. Ami tudott, hogy 512 GB-os SSD lesz benne, maximum 1440p-s felbontást fog támogatni, illetve hasonlóan a PS5 digitál verziójához ebben sem lesz lemezolvasó. Kicsit később egyébként a Series X ára is nyilvános lett, Magyarországon 185 000 forintba fog kerülni, ez már jóval erősebb lesz, 4K 120 FPS-t is támogat majd, illetve az SSD is 1 TB-os. A Microsoft szeptember 22-én nyitja meg az előrendelést és a gépek hivatalos startját november 10-ére tervezik. A PlayStation 5-tel kapcsolatban még sajnos nincsenek ilyen jellegű információk, de valószínűleg nagyjából hasonló árazásra kell majd számítani, várjuk majd a fejleményeket. Na srácok és lányok, ezek lennének az elmúlt pár nap legizgalmasabb tech hírei, remélem, hogy tudtam nektek újat mondani, hogyha igen, és hogy tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!